Szeretett Alapítvány kuratóriumának nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a 11. óvodavárunkon. Felkérem Hüti Andrásné óvodavezető és Mándi Barnabás, a Kisembereket Alapítvány kuratórium elnökét, hogy tartsák meg ünnepi beszédüket. Jó estét kívánunk mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket 11. óvodavárunkon. Külön szeretnénk megköszönni minden jelenlévőnek, hogy a kalandosra sikerült előkészületek után is megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. A mai alkalomra korlátozott számban 300 vendéget fogadhattunk, mert a helyőrségi klub befogadó képessége hivatalosan ennyit tesz lehetővé. A 11. éve már hagyománynak számít, hogy minden év novemberében megrendezzük óvodavárunkat. Önökkel együtt közösen próbáljuk szebbíteni gyermekeink környezetét, elegendő és jó minőségű játékokat és foglalkozási eszközöket biztosítani számukra. Az alapítvány nélkülözhetetlen segítséget nyújt, hiszen a vár minden esztendőben több százezer forinttal járunk hozzá céljaink megvalósításához. Ezúttal is szeretnék köszönetünket kifejezni a Kisemberekért Alapítvány kuratórium elnökének, Mándi Barnabásnak, és a kuratórium tagjainak, Cserjér Sándornak, Kocsár Lajosnak, Kovácsné Sas Évának és Pásztor Robertnénak. Felkérem Mándi Barnabást, a Kisemberekért Alapítvány kuratórium elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Összesen a célok megvalósítására 188.000 forintot költöttünk. Ezek az alapítók iratban rögzített célok megvalósítását szolgálták, a babaházak felújítására, a fajátékok festését és a homokozók feltöltését. A kiadás részét képezi még a 26.000 forintot kiterülő működési költség, amely számlavezetésből, postaköltségből, irodaszerek nyugtatványok beszerzéséből, valamint gondolatárgyak vásárlásából áll. Röviden. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, mindannyiuknak nagyon jó szórakozást kívánok a mai estére. Ebben az évben is nagyon sok segítséget kaptunk a szülőktől, amit ezúton is köszönünk. Az óvoda udvarán lévő babaházak felújítását végezték. Aszódi Imre, Pásztorkai Sándor, Kusztos Lajos, Pintér Attila, Tatár László, Adorján Imre és Látos Imre. A Honvéd utcai óvoda bejáratának akadálymentesítését végezték Bataki Gyula és Szabó Kornél. Az udvaron lévő játékok festésében segítkezett Martó Attila, Varga József, Varga Zoltán, Kocsiné Hős Erika, Oszlánszki Lajosné, Faragó Tiborné és Kovács Zoltánné.
A gyerekeknek udvarifa játékokat és madáretetőket készített Szombati Miklós. Ezúttal szeretnék köszönetet mondani dr. Pásztorhai Sándor ügyvéd úrnak, aki jelentős összeggel támogatja alapítványunkat. Az idei évben 100 000 forintot adományozott a Katica csoport részére. Köszönetünket fejezzük ki anyagi támogatásukért az alábbi támogatóinknak. Dr. Balázs Sándor polgármester úr, Szőke Péter, SZP Kiskun Kft., Oszlánszki Lajos, Majer Lászlóné, Ájpri Lajosné, Tarnóci Györgyné, Gyuga Adrián, Simon Lukácsné, Kotyán János, Szűcs Attiláné, Almási István, Barta Lajos, Horvátné Toldi Anita, Toldiné Szabó Mária, Földi Zoltánné, Kocsárné Pál és Zsanna, Varga József, Kovácsné Kovács Judit, Tamoly Jánosné, Sövény Sándor, Mockáné Lázár Éva és Harcádi Győző. További támogatói: Bácsi Zerté, Tűzoltóság, Rendőrség, Polgárőrség, Józsa Gábor, Hornyás Sándor, Kocsár Lajos, Ájpri Lajosné, Pásztorhai Sándorné, Olá Ilona, ő készítette az asztalsorokra a díszeket, a virágdíszeket. Bocka László, Csikós András és Kis Attila. Az elmúlt 10 év során volt egy mondat, ami minden egyes alkalommal elhangzott, és el kell, hogy hangozzék a mai alkalommal is. Ahhoz, hogy ez a ma esti rendezvény létrejöhetett, nagyon sok ember összefogására és segítségére volt szükség. Különösen igaz ez a mai alkalomra, mert elmondhatjuk, hogy egy meglehetősen mozgalmas és kihívásokkal teli 3 hét áll mögöttünk. Ahhoz, hogy most mégis itt együtt lehetünk, valóban sok segítséget kaptunk. Az óvoda vezetősége, dolgozói és szülői szervezete nevében szeretnék köszönetet mondani képviselőtestületünk tagjainak, akik pozitív, jóindulatú és rugalmas hozzáállásukkal lehetővé tették, hogy a ma esti rendezvény itt a helyőrségi klubban kerülhessen megrendezésre. Köszönetet mondunk Szekeres Mihálynak, a közösségi ház igazgatójának, Somogyi Józsefnek, a GAMESZ vezetőjének, hogy a Luna vendéglő berendezését, felszerelését a rendelkezésünkre bocsájtotta. Nagy Andrásnak, a GAMESZ karbantartási részleg vezetőjének, hogy a felmerülő műszaki és karbantartási munkákat elvégeztette. Kristóf Gábornak és Pásztor Robertnének, hogy a közhasznú munkásokat a rendelkezésünkre bocsájtották. És végül Tóth Jánosnak, hogy az ipartestület berendezését, asztalokat, székeket megkaphattuk tőlük. A felsoroltakon kívül van még egy jelentős tényező, ami lehetővé tette a bál megrendezését, és ez az óvoda. Az óvodában van egy 33 főből álló közösség, akik ebben a kihívásokkal teli időszakban is kitartásból, szorgalomból, összetartásból jelesre vizsgáztak. Hálás vagyok azért, hogy ennek az összetartó közösségnek a tagja lehetek. Azt kívánom mindenkinek, hogy elmondhassa ugyanezt abban a közösségben, ahol él és dolgozik. A most következő műsort kérem fogadják szeretettel, úgy, ahogyan mi készültünk rá. A műsorhoz és az est hátra lévő részéhez nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen! Hogy rávilágítsunk erre az elfelejtett hivatásra. A bemutató ruhákat Fodorné Pandur Eszter állotta meg és készítette el. A ruhákba beleszőtte egyéni elképzeléseit és a modellek alkotói adottságait figyelembe véve készítette el a ruhákat. Fogadják szeretettel most következő divatbemutatókat. Thank you.
szokásos nagyestéig a széles vár vonalvezetésén kívül az ezüst szállal hímzett motívumok és a kézzel fölvart gyöngyök veszik igazán egyedivé. És negyedi gardnerral készített könnyen fészer színharmóniában is párosítva van a maxi 8 részből szabott harang alapú szoknyával, amely elegánsan öltöztet és bármely komoly rendezvényen is lehető. A csíkos anyag sok szabászati lehetőséget tej. Ezen a modellen a függőlegesség kap szerepet. A nyers és az örök fekete szín párosítása mindig szerencsés, mint ahogy most is. Szeretném a figyelmet az eleje és a háta fehér betét vonal vezetésére irányítani. Háta közepén V alakban végződő idon teszi különlegessé ezt a modellt. És a szürke ezüstössége milyen kellemes harmóniát kölcsönöz egymásnak. A dámás stílusú ruhakékhez zöldjéből az árnyalatok sokaságát csalja elő a gyűrt tag. Az alakot tagoló övvel és a muszájos szoknyával igazán elegáns. A félcsípő vonalra helyezett dupla kodolt a hagyományos technikákkal eltérően szabott.
a jelenlegi trend egyik képviselője. A hagyományos formától eltérő szabásoszok merészsel lesz az egész extravagáns. Ezt a modell a vidám virágmintája mellett az elejét megosztó vízesés fordulat teszi izgalmassá, romantikussá, amely a hátron középen találkozik. A szoknyán az oltanzából készülő nagy rakkolás teszi teljessé. Thank you.
Kárpát című nagy sikerű filmre, amelynek fülbemászó dallama ma is népszerű. Ez hitette a most következő műsorszám szereplőit is, akik a piros és a fekete színes fogadkádjával nem félte az esőtől, adják előtt táncukat. Thank you.
asszony és a farkas, ahogy a meseírók most már tényleg beállítottak. Egyszer régen, hideg télben, amikor még sok hó esett, vagy a globális felmelegedés miatt egy sem esett, akkor történt ez a furcsa, tanulságos kiseset. Erdőn túl, a völgyölén házi kocsba áldogált, színes és szép családja oda várt a nagymamát. Piros az anyuka. Barna az apuka. És a kislányuk piros. Bármilyen gyalogát, de azt mondom, hogy az édességet kíván, az nem jó hangsárni.
szajtózni malacot? Kerkám hozta, szólja fasétnak. Kőte alma? Én almát teszem, és azért vagyok ilyen fiú. Thank you.
Thank you.
tudja, tegyük gyorsan! Olyan jó szuka, meg a cigányok a cegők! A cigányok! Hogy jó vagy cigányok? Adjonak már nekünk is, mi meg itt egy maradjunk! De legyen már kell olyan magának való! Figyelj, mindenki a magáét, azt a szúzza meg! Thank you.
a színkavalkád. Összeállt a sárga és a piros csapat, akik fehér pomponnal a kezükben a Lux együttes népdalfeldolgozásaira táncolva szeretnének vidám hangulatot varázsolni a színpadon és a nézőtéren egyaránt. Utolsó műsorszámként következnek az Ovirettek.
Thank you.